Fűves terület a Pittypangó voda mellett. Egyelőre semmi sem jelzi, hogy itt hamarosan nagy munka veszi kezdetét. A város ugyanis jelentős forrás nyert egy új bölcsöde építésére. Régi vágyuk a tolnaiaknak, hogy önkormányzati bölcsödébe hordhassák a gyereküket. Ugye korábban volt Tolnán és Mözsön is bölcsöde, de 90-es években megszüntetésre kerültek ezek. És jelen pillanatig, illetve a bölcsöde megépüléséig az önkormányzat úgy látja el ezt a feladatot, hogy a családi bölcsödékkel, magán bölcsödékkel kötött együttműködési megállapodást, és anyagilag támogatja azokat a szülőket, mert nyilván oda sokkal többet kell fizetni, tehát magasabb a térítési díj ment egy állami önkormányzati bölcsödébe, és anyagilag támogatjuk azokat a szülőket, akiknek a gyereke ezekbe a bölcsödékbe jár. És most jött egy remek lehetőség, és pályázatot nyújtottunk be egy kétcsoportos bölcsöde megépítésére. Ez az egyetlen olyan beruházásunk a topos pályázatokban, ami egy teljesen zöldmezős beruházás. A gázt és a szennyvizet kellett átterveztetnünk, ez megtörtént. Most keresünk egy kivitelezőt, aki a telken átmenő, de egyébként nem ennek az épületnek a közműveit biztosító vezetékeket át fogjuk tervezni máshova, és át is fogjuk építeni, és utána kezdődhet meg. Várhatóan legkésőbb június 1-jével maga a kivitelezés, és erre 360 napja van a kivitelezőnek. 461 néhány millió forintról beszélünk áfával összességében. Én azt gondolom, hogy ez nem kevés, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy a végén is bele fogunk férni ebbe az összegbe. Az épületben számos helységet alakítanak majd ki. Nagyon sok törvényi kötelezettség van arra nézve, hogy ezt a 24 gyereket egy bölcsödében hogy kell ellátni. Tehát ez nem csak egy terem, vagy két terem lesz, hanem nyilván külön altatásra, játszásra, étkezésre, öltözésre, tisztálkodásra kell helységeket biztosítani. Külön melegítőkonyha, a személyzeti öltözők is ellátása is elég sok helyet elvesz majd ebből az épületből. Mindenféle takarító, tisztítószerek tárolása, tehát sajnos a törvényi kötelezettség miatt ez egy nagy épület lesz. Én először azt gondoltam, hogy túl nagy is akár 24 gyerkőcnek, de a szakértők azt mondták, hogy nem ennyi a szükséges, úgyhogy sajnos csak 24 gyereket tudunk egyelőre fogadni itt. A város vezetése úgy látja, egyre nagyobb az igény a kisgyermekek napközbeni ellátására a településen. Nagy az igény, hiszen egyre több gyerek születik itt a városban is, és nagyon sok fiatal is költözik a városba. Az elmúlt években számos olyan fejlesztés valósult meg a városban, ami a kisgyermekes családokat célozta meg. A beruházások sorába illik az új bölcsöde megépítése is. A Gesztenyés kert óvoda és a zeneiskola épülete teljesen meg tudott újulni. Az Apraja falva óvoda teljesen megújult. A zöld kert óvoda is, a fűtés, korszerűsítés és az ablakok, ajtók cseréje, nyilászárók cseréje is meg tudott valósulni. Közben topos pályázatból az iskolai épületek tudtak megújulni. És még 2013-14-ben a Pittypangó óvoda bővítésére is sor kerülhetett. Teljesen megújult az épület, és két új csoportot tudtunk oda építeni, de most úgy tűnik, hogy ez is kevés. Nem titok, hogy a Katolikus Egyházmegye, még a dr. Udvardi püspök úr megkeresett, hogy esetleg építenének ide ők egy egyházi óvodát. Tehát várhatóan nem csak egy új bölcsöde, hanem egy új katolikus óvoda is épülhet hamarosan Tolnán.